Szép napot kívánok nektek, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok. Egy újabb, így készült résszel kedveskedünk nektek, úgyis Tideni Manuel Jóga című dalához fogunk forgatni. Figyeljetek, hogy készült. Azt mondják, nem vagy olyan lány, aki könnyen meg lesz, de nekem így is kell lesz, várok. Nem barám, férítem, nem nyomás, mellém ülj le, bújj hozzám, és légy büszke, megfogtál. Hölgyek, urak, végre a Jógának a klipforgatásán vagyunk, ami ugye Tideni Manuel közreműködés. És kacok, hát elég sokat kellett várni erre, azért ez már rég kész volt ez a dal, de Dani, mesélj erről egy kicsit, kérlek. Hát körülbelül egy másfél-két évvel ezelőtt csináltuk ezt a dalt, majdnem, és azóta ígérgettem, hogy meg fog jelenni, de most már úgy tűnik, hogy tényleg sikerül ma este leforgatni, vagy mai nap folyamán, úgyhogy most már tényleg meg fog jelenni hamarosan. Hogy Manuelre esett a választás közreműködőként, ugye van már nektek kollabotok. Van más a szakmában, akivel érdemes megcsinálni ezt a dalt szerintem? Szerintem nincs, de hogy a Manuelt hívtad? Mert ő is magas. És úgy voltam vele, hogy két képen magas. Jól nézetek ki. Persze, mert mindenki azt mondja, hogy én milyen magas vagyok, hát így most nem fogják azt mondani, hogy végre van egy ugyanilyen magas ember, mint én, és ez egyetlen oka. És ehhez képest, Manuel, amikor jött a felkérés, akkor mit gondoltál, vagy milyen volt neked, amikor a Dani felkérte ez a dalhoz? Figyelj, őszintén szóval már nem annyira emlékszem, mert ez mert jó rég volt. Ez már előző nyáron történt. Nyilván feltételezem, hogy nagyon örültem neki. Nagyon örültem a felkeresésnek. Én ugye emlékszem rá, és örült neki. Baby, adj nekem egy órát, legalább csak gondold rá. Szerintem én lennék hozzád, a ruhád helyett én lennék jó rá. Neked adom mindenemet, elcsábítod a tekintetemet. Kevin a házba, hölgyek, urak, akinek szerepe lesz a klipbe, de pontosan micsoda? Jóga oktatói szerepet vállaltam ma. Néha szoktam jogát oktatni hölgyeknek, fakultatívan. De csak hölgyeknek, nem? Hát férfiaknak is, csak más. Másfél jogá... Nem, amúgy próbáltál már jogázni, vagy jogáztál már valaha amúgy? Nem, most fogjuk kipróbálni, de már egyből edzői szerepben nem szeretek ilyen átmeneteket hagyni. Szerinted menni fog amúgy? Szerintem igen. Viszont nem értem, hogy miért nem félmeztelenül vagy az ilyen menő jogaoktatók, így félmeszkóba nyomják, nem? Ez még a bemelegítés, még nincs rendes joga óra. Még várjunk. Mikor egy buli után lenn majd nálam. Tessék! Közelebb ülök, mert így melegebb. Küldhetsz, hogy sem lehetek szívtelenebb. Ingerlő, olyat gondolok, mint nem illendő. Esküszöm, nem vagyok vallásos, de úgy nézel ki, mint egy istennő. A Tideni Manuel Jóga klipforgatásán elkaptuk Bruno Spákot is. Ti mit csináltok is, srácok, és mi ez a szett rajtatok? Mi történik? Na, most nincs egyébként, hogy mit keresünk itt, Bruno. Felhívtak reggel, hogy kell két profi golfozó, és a városban csak mi voltunk elérhetőek, de hála Istennek ezzel lehetőséggel éltek, és mi is. Szóval eljöttem megmutatni azt, hogy mennyivel tudunk golfozni, mint a Dani meg a Manuel. És amúgy jól tudtok? Tehát mi lesz a szerepetek? Mit kell csinálni a klipben? Vagy mi fog történni? Mi leszünk az úri köcsögök, és igazából csak dísznek vagyunk itt, de abban a legjobbak vagyunk. Igen. És nem értem, a való életben is ilyenek vagytok egyébként? Nem, ennél sokkal kiáltatlanabbak. Tehát, hogy most még kicsit az egónkban tudom, mindenbe visszaveszünk, hogy így valamilyen színe kamera képesek legyünk, amúgy négy szem közt tudod, hogy ordán nagy parasztok vagyunk. Srácok, jó golfozást kívánok nektek, ügyesen gyakoroljatok. Szia, Laura! Gondoltam, megkérdezünk téged is itt valamiről. Milyen érzés, hogy szinte minden második felkapott rap videóban szerepelsz? Ez téged hogy érint? Hát én, nekem ez már a második családom. Tehát magyarul arról azt szeretném mondani, hogy nagyon közeli testvéri viszom a mindenkivel, és tudsz egy ilyen testvéres mondást esetleg? Semmi gond. Én viszont nem fogom kimondani, szóval menjünk tovább. Köszönjük, Laura, hogy megint interjúoltunk téged. Bocsi, Marci! Marci, ne haragudj, előbb nem tudtunk elkapni, csak olyan kérdésre menni, hogy testnevelésből te felmentett voltál, vagy egyes? Én fel voltam mentve egyébként, tehát még egyes se kaptam, de fel voltam mentve, csak ki kell jönni a szedből, mert zavarunk. Felbasszuk az ördögöt, gyertek. Szia, ördög, ne haragudj, bocs. Nem tudom, éppen ráérsz, csak egy olyan kérdésre menni, hogy idegesítünk? Kicsit. Kicsit. Mehetünk tovább. A természetes lakóján figyeljük meg a rappereket, mit csinálnak szabad idejükben. És mit csinálhatod? A tenisz kurva érdekes, mert nem tud, nem érj el a fát, de mégis vág, nem tudom. Érdekes. A rappereket a saját élőhelyeken tudjuk megfigyelni. Ott volt két eléggé felkapott, ám elég magas és mamlasz testalkatú rapper túl fogja megkergetni az afrikai származás. Hoppá, hoppá, már történik a... Mi történik, úristen?
kumatotok, le vagyunk valami, gyerek, éjjel, gyerekek! Szájokat tetetek, jó gyerekek! Szomszéd nem szól rá. Fogd fel, baby, fogd fel. Nekem csak te vagy az a lány, aki most kell. Mindig miattunk lenne hangos, ha ott el. Ma este nem őrzik a szívem, gyere, lopd el. Tessék! Álló, 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 gyerekek, mi a faszom, ez el vagyunk maradva a melóval, így is már be kell vágni a bozót, hogy kírjátok a sövény, 8 kölkön van, koszújjál a koronát, kecsi, ki kell fizetni, csináljatok már valamit. Musimbe Denis itt mellettem a tídeni klipforgatáson. Denisem, mit fogsz csinálni, vicceket mesélsz, vagy miért jöttél, miért hívtak? Engem csak ilyen, vagy ilyen, izé egyiptomi drogkereskedő, vagy ilyen kertészmelóra hoztok, úgyhogy most már valami frankot is adhatok, de most bozót írás van, írtás, úgyhogy le kell a sövényt metszenünk, el vagyunk kicsit maradva, amúgy is. Várj, akkor tegyük tisztába, tehát te vagy a Daninak és a Manuelnek a főnöke, és te figyelsz rájuk. Hogy a főnöke, de ugyanúgy kertész vagyok, mint ők, csak... De kertész főnök, abban is van, tudod, hierarchia ranglétre. Igen, igen, Sticageri ezzel keresettek, hogy főnök leszek, de ugyanúgy... Aztán, mikor ideértél, akkor már ugyanúgy... Kiderült, hogy igen, csak kertész, de igen, hát itt keményen vannak fogva a srácok, határidő tartani kell, metszeni kell, le kell mindent vágni, úgyhogy el vagyunk csúszva határidővel, ez a helyzet, úgyhogy... És milyen munkaerő Dani és Manuel, mit veszel rajtuk észre idáig? Nem annyira lelkesek, megmondom neked őszintén, de lehet, hogy fáradtak csak azért, de van belük pont. Szerintem egy 20-25 év is belejönnek valószínű. Inkább a reppelés, éneklés jobban megy nekik. Igen, igen, az megy nekik, azt kellene erőltetni. Hiába voltak ott páron, én leszek az első, ki alszik a szobádban. Ez a nézés az, amire vártam. Egy a kérdés, csak van-e gumi nála? Mi fog történni pontosan a klipben? Miért vagyunk itt egy golfpályán? Miért vagytok te ilyen, vagy ti ilyen menő, félig golfozós, félig menő szedben? Mi mindenhova így járunk. Ez az egyik. A másik meg, hogy egyébként itt most egy ilyen golfos rész lesz. Nem fogunk mindent lelőni a klipbe, az a lényeg, hogy több helyszínen forgatunk. Lesz benne golfozás, lesz benne kondizás, lesz benne... Menősködés. Menősködés. Csajok. Bizonyos kameók, bizonyos emberektől, úgyhogy csupa meglepetés várható. Skacok, nagyon várjuk, figyeljetek, mert így készült. Azt mondják, nem vagy olyan lány, aki könnyen meg lesz, de nekem így is kell lesz, várok rá. Gabót itt a természetes élőhelyén, a konditeremben találtuk meg. Gabó, a klipben mi lesz a te feladatod? Nem fogjátok kitalálni, a klipben gyúrni fogok. Szeretsz gyúrni még mindig? Szeretek gyúrni, és én egyébként is ebbe a konditerembe szoktam gyúrni. Milyen otthonosan mozogsz itt? Mennyi ideje jársz ide amúgy? Ide azt hiszem 2 éve járok ide. És már Daniékkal is találkoztam egyébként itt néhányszor. És mit szóltál, amikor a Dani megkeresett, vagy egyáltalán így felpedzegette, hogy szeretné, hogy szerepelni az új klipjében? Hát úgy voltam el, hogy nagyon szívesen. Nekem a Dani egyébként spanom, jóba vagyunk, egyébként te hívtál. Egyébként én hívtálak, igen, csak a Dani akarta. Igen, a Dani nem hívott egyébként. Dani nem hívott, én hívtam a Gabot, de a Dani kért meg, hogy hívja a Gabot. Igen, úgyhogy, de egyébként még én videóklipben még nem szerepeltem soha. Ez az első. Adj egy órát, tégy egy próbát, veled nyomnék egy jogát, jó szomszéd nem szól. Oké, ez ennyi. A forgatási nap végén vagyunk, Hangyási Bence produkciós vezető, gyártásvezető társam. Na Bence, mennyire volt nehéz összerakni ezt a mai napot? Alapvetően a mai forgatás ugye egy elég hosszú forgatási nap, tehát közel 16 órát forgatunk, ami elsősorban azért csináltuk így, mert a golfpályán nagyon sok jelenetet meg tudtunk oldani. Így már csak itt a Chili Fitnessben forgattuk a többi részét a forgatásnak. Mennyire könnyű dolgozni a srácokkal, adott esetben koordinálni őket, amit most éppen ledobtak, nem tudom, az mennyire hallatszódott, hogy milyen velük dolgozni? Hát alapvetően nem könnyű, de nagyon szeretjük őket, és ezért is igyekeztünk most így a Final Productions-re egy olyan setupot és egy olyan színvonalat lehozni, ami nem feltétlenül volt még jellemző így a korábbi klippekre, videoklippekre. Ezt részben köszönhetjük amúgy a Craft Rentalnak a technikai támogatást, amit megkaptunk tőlük erre a mai forgatásra. Itt vagyok a jóga videoklipnek az utómunka folyamatainál. Nagy Bence rendező, vágó ő mellettem, illetve tesója Nagy Endre. Bence, mi volt az alapvető klip koncepció? Mivel kerestek meg Daniék? A klip egy wellness komplexumban játszódik, ahol a Dani és a Manuel egy kertész szerepet tölt be a golfpályán, ahol távcsövükön keresztül az érkező csajokat észreveszik, és utána elkezdik őket követni. Ebből különböző vicces szituációk kerekedik, és
A klipnek a hangulata az kicsit ilyen már-már vígjáték, picit elrugaszkodtunk az eddigiektől, és ez nagyon tetszett, hogy a Daninak ez egyáltalán felmerült, hogy lehet picit bohókásabb, kicsit szórakoztatóbb, és őket is be tudjuk állítani picit ilyen már-már szerencsétlennek a Manuellel együtt. És szerintem ez így önmagában egy nagyon hangulatos és jó pofa videóklip lesz. Endre, VFX szempontból mi volt a kérés, mind dolgozol, most mit kell csinálnod? Tulajdonképpen azt találtuk ki, hogy Bence azt találta ki, hogy golfpályán virágok fognak kinőni. Ezt utólag felbusszoltam még extra növényekkel, hogy realisztikusabb legyen. Endre, ezek a virágok, ha jól tudom, akkor mozognak folyamatosan, illetve növekednek. Mit kell erről tudni? Igen, ezek a földből kinőnek, és van egy folyamatos növésük, és igen, ilyen emberméretű nagyságúra meg kinőnek a földből. Akár mint a Dani vagy a Manuel, 2 méter körül vannak, még magasabbra is felmehetnek. Így van, igen. Skacok, köszönöm szépen, nézzük meg, hogy hogyan készült a VFX. Megfogtál, én is megfognálak, amikor egy buli után fenn vagy nálam. Váltam rád, de már átlátok rajtad. Baby, ne tagad, hogy te is akarod.